Jó estét, jó napot azoknak, akik néznek bennünket, aszerint, hogy milyen napszakban találkoznak ezzel az adással. Boks Erika vendégem, Széchenyi Díjas vegyészmérnök, a Richter Gedeon RT elnöke, és azért hívtam el ide, mert már tulajdonképpen fél évvel ezelőtt lefixáltam, hogy amikor eljön az idő, akkor hajlandó lesz beszélni Richter Gedeonról, magáról, és az, hogy milyen idő jön el, azt mondta, hogy a 150. születésének 150. évfordulójára hajlandó lesz majd beszélni róla, mert Boks Erik nem az az alkat, aki minden másodnap nyilatkozna valahová, úgyhogy ez vegyék nagy megtiszteltetésnek, hogy itt van, én is annak veszem. Most volt múlt pénteken, 23-án, szeptember 23-án, Richter Gedeon születésnapja, és ebből az alkalomból rendeztek a Víg Színházban egy nagyon nívós ünnepséget. Azért térek ki erre külön, mert hogy iszonyú ritkának találom azt, hogy fontosnak tartsák, hogy megemlékeznek valakiről, aki megalapított egy céget, megalapított egy vállalatot, megalapított egy nemzetközi vállalatot, mert már Richter Gedeon idejében is nemzetközi vállalat volt a gyár. És igazából csak egy nagyon, nagyon vékony, de elhanyagolhatatlan része ennek a beszélgetésnek, hogy Richter Gedeon zsidó volt, és hogy milyen rettenetes véget ért az ő sorsa. Mert azt hiszem, hogy egyébként az élete úgy, ahogy van, az példa. És igazából azért hívtam ide Boks urat, hogy beszéljünk erről, hogy önnek személy szerint miért volt fontos, és miért mondta azt, hogy majd a születésnapján hajlandó lesz beszélni? Hát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb egy cégnél is az a szellemiség. És ez esetben a szellemiséget az alapítónak köszönhetjük, aki 1901-ben alapította meg a céget, és 44-ben volt a tragikusan ugye meghalt. De ez azt jelenti, hogy 43 évet a cég szolgálatában töltött, és mindig neki a család mellett a legfontosabb a cég volt. És úgy gondolom, itt példamutató, mint személyiség, mint ember, és példamutató, mint vezető, mint üzletember, ahol az innováció és a kereskedelemnek a fontosságát első perctől fölismerte. Az innovációról majd külön beszéljünk egy sort, csak annyit akarok előjáróban kérdezni, hogy ő személy szerint egy nagy tudású gyógyszerész volt, vagy ő egy jó menedzser volt? Tehát mi volt inkább, mit lehet tudni róla? Megint visszatérünk a nemzetközi szemlélet. Tehát ő maga nem dolgozott a laborban, de minden nap a szakirodalmat olvasta, annak alapján volt, amit kiszignált kutató munkatársakra, akik beszámoltak róla, tehát ő abszolút képen volt, ami hát abban az időben is ritka dolog volt. Tehát ő a kutatási stratégiát határozta meg ezek szerint. Mert akkor voltak innovatív gyógyszerek, amik összefűzhetők a richteri korszakkal, az első korszakkal, nem a kálmopirin, az nem az... Hát a kálmopirin és ugye a szervkivonatból levő úgynevezett organoterápiás készítmények. Igen, ez az állatokból, az állati mirigyekből kivont. Szervekből kivont, igen. Hormonkészítmények igazából ezek, nem? Hát nem csak hormon, nem csak, mert pepszin vagy, tehát van, ami étkezési... Igen, igen, látom is. Kiadtak egy nagyon igényes füzetet, semmit nem hoztam magammal, ezek nekem mind megvannak, amelyekből egyébként föl lehet készülni, és ott látom étvágygerjesztő, a pepszin, ugye? Az, mint hogyha valami étvágygerjesztő lett volna. Meg az emésztést elősegítő, ami ma is van, a dipankrin, ugye azt merem mondani, mert ugye azt hirdetjük is, úgyhogy. És azt lehet kapni, tehát amiket lehet így kapni, be lehet venni, azokról lehet, ki lehet mondani, igen, azoknak a nevét. Igen. Az, hogy egyébként most a Richter különböző női betegségekre vonatkozó gyógyszerekre koncentrál, tehát hogy ez egy nagyon meghatározott irányvonala, az már akkor kialakult, vagy ezt azóta az évtizedek tették rá? Az állati szervekből való extrakcióval nyert készítmények között volt az ösztron is, ami
egy sztereánbázás vegyület, és... Ne becsülje túl az én megértésemet, az milyen vegyület? Igen, tehát minden esetre szteroid. Aha. Ezt a szót már jobban ismerjük. Ugye kémiailag a szteránbáz, de szteroidok. De a szteroidok között van nem, vérnyomás csökkentő is, tehát nem csak a... Ja, különböző funkcióra alkalmazható, igen, szteroidok. Igen, vagy gyulladás csökkentő is. Uh-huh. De jelen esetben a kémiája ennek nagyon nehéz, mert ez idő után, mint annyi más az állati szervkivonatból szintetikusan előállított, ugye nagy volumenben azért csak szintetikusan lehet előállítani. És ez vezetett minket a fogamzásgátláshoz, és aztán a különböző más indikációkhoz, amik most is vannak a bioma kezelésére csak egy. Értem, mondjuk. Tehát a magja a dolognak azért ezek szerint a richteri időkben van, tehát hogy az állatból kivont különböző vegyületeknek, és aztán ezek már önálló kutatási vonalak, már későbbiek, amire én rákérdeztem. Pontosan, de ezt ő onnét vette, hogy kapcsolatrendszere volt, nemzetközi kapcsolatrendszere volt, és olvasta az irodalmat, és nyilván az ő nála dolgozó kollégák is. Azt én láttam, hogy ő nem egy szegény sorsú gyerek, aki felküzdötte magát, láttam az életrajzában, hanem ő kifejezetten jómódú felvenőktől származott, és hogy például az egyetem után olyan inas éveket töltött, vagy nem inas éveket, mert hát gyógyszer és segédként a világban több helyen megfordult, tehát hogy ő eltöltött 2-3 évet tájékozódással a világban. Igen, de nem is annyira gazdag család volt. A édesapja, szülei, ugye, édesapja földbirtokos volt, és ő nagyon bölcsen eladta a földbirtokot, és abból, a pénzből alapította meg a céget. Ja, tehát az örökségből kezdődött. Örökségből kezdődött, de az örökség azért nem olyan volt, hogy csak upmupu beleült benne, hanem egy tisztességes örökségnek nevezném. Azt láttam, hogy ő először egy patikát, az Üllői út 105 alatt vett egy patikát, és hogy azt a patikát a Richter most is, mármint amikor azt mondom, hogy a Richter, akkor a vállalatra gondolok, hogy ezt most is működteti. Hát igen, ez is a kötelességünk közé tartozik, mert onnét indult a cég, tehát ez nagy öröm, hogy azt működtetni tudjuk. És már csak azért is, mert ugye mikor megházasodott, akkor a hozományt is beletették az üzletbe, tehát az segített, hogy ott Kőbányára tudott költözni, mert ugye már kinőtt a patikát, és ott tudott venni telket, ott tudott építkezni. Azon gondolkoztam, hogy 300 négyszögölön kezdték, mint a szüleimnek a kis kertje, akkora volt az eredeti nagysága a gyártelepnek. Igen, hát ez ahhoz képest szerencsére fokozatosan megvettük a... Ahhoz képest fél Kőbányán elterül most már. Hát egy picit jól vagyunk ott. Hány helyiség, vagy nem helyiség, hanem hány épület egysége van most a Richternek? Hát van még részben gyártás is, már hatóanyaggyártás, van készítmény, tehát gyógyszerkészítménygyártás, van kutatásfejlesztés, ehhez kapcsolódó minőségbiztosítás, analitikai részek, úgyhogy ha úgy tetszik, a teljes vertikum a Kőbányán megvan. Most azt is láttam, mert mielőtt bejött ide, akkor ránéztem a honlapjukra, hogy elneveztek egy utcát Richter Gedeonról most. Igen, hát ez nagyon jó érzés, hogy Kőbányán találtunk egy olyan helyet, ahol utcát lehet elnevezni, és ez most pont a gyár melletti részben van, mert ahol a biológiai készítményeinknek a gyártása van Debrecenben, ott már elneveztek egy Richter Gedeon utcát, de ott könnyű volt, mert ott új utcák keletkeztek. Ez egy nagyon harmonikus sors volt, legalábbis amennyit én tudok róla, nem? Tehát, hogy beletette a felesége hozományát is ezek szerint ebbe a patikába, illetve a cégbővítésbe, és akkor a 300 négyszögölből szép lassan ott egyre nagyobb lett a gyár, és aztán mi történt? Aztán külföldön is terjeszkedtek, ugye?
Hát ő nagyon jó üzletember volt, az mutatja, hogy Trianon után ő azonnal felismerte, hogy a piac összeszűkült, tehát terjeszkedni kell, és akkor építette ki a hálózatot leányvállalatokkal Olaszországban, Angliában, Törökországban, de tengeren túl, például Mexikóban és Brazíliában is sokkal előbb, mint a ma a legnagyobb, mondjuk svájci gyógyszergyártók már lenne ki leányvállalatai volt. Tehát ilyen szempontból ez... Korszerűbb volt a gondolkodásmódja, mint a később, a később multivá váló gyógyszergyáraknak? Hát minden esetre ez mutatja, hogy Magyarországon is volt nemzetközi gondolkodás, és ebben megelőzte. Igen, igen. Egészen azt hiszem, arra akarom irányítani, hogy nagyon sokáig úgy gondolhatta, hogy a világon a legnagyobb rendben van az ő elfogadottsága, tehát hogy a Richter beilleszkedett a magyarországi gazdasági elitbe, fontosnak tartják, kitüntetést kapott, ha jól emlékszem. Így van. A királyi főtanácsadó, nem volt király, de tehát a legmagasabb, ami manapság mondjuk a legmagasabb állami kitüntetésnek megfelelőt kapta maga, ha jól tudom, Horthy Miklós kormányzó adta neki át. Tehát nem voltak kétségei afelől, hogy őt számon tartják, és ő a gazdasági elit része. Így van, így van. Hát ez a hit, vagy ez az elképzelés az, ami őt tulajdonképpen feltehetőleg megtartotta, hogy Magyarországon maradjon, ahelyett, hogy esetleg a 40-es években elment volna. Még mielőtt a csapdáról, mert ez egy csapda, ez a tévképzet, ez egy csapda. Szóval nem azt szeretném, hogy mondjál, hogy mi volt az ő munkamódszere. Tehát, hogy hogyan tudta lankadatlanul tartani az ő munkatársainak a figyelmét, meg a felkészültségét. Hát egyrészt, hogy ő reggel 7-kor már benn volt, ellenőrizte, hogy mindenki időben megjön, utána körbenézett, hogy mi folyik. Délután olvasta a szakirodalmat, és volt egy összetartó erő, aminek volt egy pszichés része, hogy az emberek jól érezték magukat, és tudta, hogy a jó embereket meg is kell fizetni. Tehát abban az időben a Richterben dolgozni, az egy nagyon elismert dolog volt, és mind erkölcsileg, mind anyagilag, mert szerintem mindig a kettő együtt kell. Tehát ő személy szerint is nagyon erősen involválódott a gyár életébe. Nem felülről irányított, hanem ott minden részleggel külön kapcsolatot tartott ezek szerint, vagy rajta tartotta a szemét. Hát és jó embereket választott, mint alvezérek nevezzük úgy. Igen. És így aztán... De tudta, hogy adni is kell. Tehát nem az a klasszikus kizsákmányoló, hogy mindent kipacsarok, és aztán majd lesz valami. Nem. Ő hosszú távon is építkezett, és úgy érezte, hogy ez neki az erkölcsi kötelességnek is érezte. És ugye meghaltak a szülei korán, hogy a társadalomnak úgy gondolom adjon. Igen, azt olvastam döbbenten, hogy a személyes sorsa gyerekként az nagyon szerencsétlen volt, mert a mamája a szülésbe halt bele, vagy a gyermekágyi lázba, az édesapja meg nem sokkal később, igen. És ilyen családtagok nevelték. Igen. Annál inkább érezte a fontosságát, hogy a sors így alakult, hogy akkor már az ő esetében ez ne legyen. Igen, tehát neki a saját családja is nagyon fontos volt, és a közeget, amiben dolgozott, azt is kvázi ilyen családdá edzette valamilyen módon, nem? Hát a szó nemes értelmében ez egy családi vállalkozás volt olyan szempontból, hogy a dolgozók is annak a kvázi tágabb értelembe vett családnak a tagjai. Egészen a 30-as évek végéig ment ez harmonikusan, ez a Richternek a fejlődése, és Richter Gedeon élete, aztán a zsidó törvényekkel egy csapásra megváltozott. Hát ez már a tragédia része, sajnos, a magyar tragédiának a része, hogy ugye először nem mehetett be a gyárba, el tudom képzelni, vagy megpróbálni elképzelni, milyen szörnyű lehetett, hogy 30-valány év után, amit ő
mindent visszatett, az emberekért mindent tett, hogy nem mehetett be a gyárba, és utána pedig ugye, hogy a családja, pontosabban a fia, annak a felesége és két unokájával azok a 44 márciusában még sikerült elmenekülni, de úgy érezte, hogy olyan sokat tett az országért, hogy vele nem történhet meg az, ami megtörtént, nevezetesen azt, hogy ugye 44 december végén a Dunába lőtték. Ez egyébként azon kívül, hogy rettenetesen szívszorító, azon kívül annak a méltatlanságába belegondolni, hogy nem mehetett be a gyárba, de mert szerették, ezért nagyon sokáig valahogy, tehát ugye a legvégsőkig elment a megalázkodásban, hogy átadta Strómannak a vezetését a gyárnak, de őt azért komolyan vették, ugye? Legalábbis én ezt olvastam, hogy gyöngéden bántak vele az alkalmazottak, nem alázták meg külön, csak az egész helyzet volt rettenetes. Abszolút, sőt annyira, hogy azok annyira szerették őt, hogy minden nap jártak és beszámoltak neki, tehát végül is... Amikor már nem mehetett be, akkor jelentettek akkor is, neki. Akkor is, minden nap. Tehát megvolt az a kötődés, ami úgy gondolom egyébként nagyon jó, hogyha egy cégnél van. Egy más iránt. Igen, persze, csak hát az egészben belegondolni, a szörnyű, és hogy bújtatták a Munkácsi Mihály utcába, és aztán valahogy bekerült egy védett házba, de miért nem ment el? Hát az, tudjuk, hogy a magyarországi nagytőkéseknek egy jelentős része elmehetett, kivásárolódtak tulajdonképpen a holokausztból. Hát úgy érezte, hogy ő nem hagyhatja ott a közösséget, úgy gondolom azt is érezte, hogy nem csak a életmunkája volt benne, hát az elég az is, de hogy a közösséget se hagyhatja el, bízván, hogy ez nem történhet meg ott. Tehát aki racionálisan gondolkodik, akkor azért ez érthető, ha sajnos az idő nem volt racionális. A történelem nem volt racionális. Igen, igen. Legalábbis én így látom, bocsánat. Igen, nagyon, nagyon, nagyon sokan gondolták azt az utolsó utáni pillanatokig, vagy nagyon sokan estek ebbe a csapdába, hogy azt gondolták, hogy ha eleget tesznek minden jogszabályi előírásnak, akkor a végén majd minden jóra fordul, de miközben centiről centire fordult rosszra, vagy nem tudom én, pillanatonként kilométerekkel fordult rosszabbra az életük, hogy miben hittek, vagy miért gondolták el azt, hogy amikor kivezénylik őket, akkor el kell menni a Dunapartra. De ő neki azért volt problémája a tanácsköztársaság alatt is. Erről nem szokott szó lenni. Igen, erről nem olvastam. Mert a követelte, hogy adjon át mindent. És államosították akkor a gyárát? Hát lényegében azt akarták, vagy félig mentik, és akkor elmenekült apósáikhoz Szegedre, és ott bujkált, mindaddig, ameddig nem jött a változás. De nem akarta átadni, ugye? Tehát, hogy aztán ez mennyire befolyásolta őt a 40-es évek közepén, vagy 44-ben, azt én nem tudom. Hogy azt gondolt, hogy ezen az alapon... Hát ha ezt is megúszta. Mit nem tudom. Hát ez már... Igen. És erről nem maradtak fönn egyébként beszámolók, leírások, nem tudom én. Nem, erről nincs. Tehát akkor ő decemberben, 44. december 30-án, vagy 31-én a Dunába lőtték. A felesége megúszta, tehát hogy a férfiakat lőtték a Dunába, valahogy a nőket, mert ketté választották a csoportot, akiket a védett házból egyébként vittek el. Elvittek. A felesége életben maradt. Igen. Sőt, állítólag az öt követő sorban levő férfiak is, tehát pont abba a X főbe esett be, akiket belőttek. Utána állítólag a Wallenberg odaért, és akkor... Abba hagyták a kivégzést. És akkor abba hagyták. Nem tudom. Persze, hát nem ezt tudjuk, én is csak olvastam. Igen. És a felesége aztán még törődött a gyárral, vagy elment a gyerek után? Hát ő a gyerek után ment, igen. És akkor ugye tulajdonképpen a leányvállalatoknak az eladásából értek, ugye ők nem jöttek vissza Magyarországra. És aztán miért? Ami érthető, hát miért jöttek volna, amikor államosították a céget. Hát már igen. Bocsánat. Igen. A cég hogyan tudott zavartalanul megmaradni?
Hát ebben nagy szerepe volt a Pilik Lajos műszaki igazgatónak, aki lényegében műszaki igazgató volt 42-től 76-ig. Egyrészt összetartotta a műszaki gárdát, és átálltam az embereket a háború alatt, az követő időszakban is, a nem könnyű 50-es években is. 9 igazgatót szolgált ki. És utána szerencsénk volt, hogy jött egy nagyszerű ember, 57 során dr. Vargerdit, aki meg átérezte, szintén hihetetlen intelligenciával, több nyelvtudással, vegyész doktor volt, minden szempontból a legalkalmasabb személy volt. És ő lett az igazgató, és az itt, hogy két nagyszerű ember is jól kijött egymással. És akkor így végül is mindig a cég érdekeit nézték. És kvázi alázattal a cég irány. Tehát az a feladatuk, hogy a céget vigyék elő. És soha nem a saját zsebüket, a saját presztízsüket nézték. Ami szerintem óriási dolog. Ami óriási dolog, és az is óriási dolog, hogy azért az 50-es évek vége az még nem a gazdasági liberalizmusnak volt az ideje. És hogy meg lehetett tartani egy gyárnak a nevét, mert hogy azt márkának tartották. Mert volt, hogy kőbányai gyógyszergyárként futott, nem? A Belföldön, a államosítás során kőbányai gyógyszerárugyá lett a neve, csak volt egy jó jogász, aki papíron a Richter Gedeon cég továbbitte. Ez mutatja, hogy az emberek fontosak, és papíron megvoltak az éves jelentések, és külföld fele megtartottuk az óriási dolog, megtartottuk a nevünket, hál' Istennek, hogy hát ez is részben az egyének érdeke, részben a szerencse. Mindjárt eljutunk a saját korszakáig, csak még azt akarom mondani, vagy kérdezni, hogy azt még lehetett érzékelni, amikor ön oda került 70-70 környékén? 70, augusztus 3. Akkor még ilyen friss diplomásként, ugye? Igen, rögtön az egyetemre. Hát akkor tulajdonképpen mekkora szerencséjük van magának is, meg a gyárnak is, hogy az egyetem után rögtön betette a lábát, és elvitte elnök vezérigazgatóságig, és most még elnökli a céget. Ez fantasztikus, nem? Hát szerencsém volt, de ezért úgy mondom, hogy ez óriási feladat volt, amit igyekeztem. Aztán, ha már a sors így hozta, de eszembe nem jutott, hogy azért igazgató leszek. Csak mielőtt még magához... És ez a normális, hogy ne jusson eszembe, úgyhogy... De nem, szerintem egyébként miért ne lenne? Tehát, hogy ez egy érdekes gondolat, hogyha valaki oda megy, és azt mondja, hogy a Marshall-bot nálam van. De ezek nem volt, nem, egyáltalán nem, és hanem mindig csak egy lépés előre gondolkodom. De viszont az óriási dolog, hogy a feleségemet ott ismertem meg. Ó, ezt nem is tudtam. Igen. Tényleg? Igen. Ez egy igazi richteres frigy? Igen. És van gyerek, aki a Richternél van, vagy az nincs? Az... Hát most van egy, és nem is rosszul végzi a munkáját, mondhatom. Na hát az... Igen. Ez... Dinasztia? Nem, Box nem, dinasztia? Nem, az attól óvakodnék, de egy kiváló ember. Nagyszerű. Most egy pillanatra még visszatérnék Varga Editre. De hát a három gyerekből csak egy, úgy is lehet venni. De szerintem az is nagy dolog, hogyha az embernek a háromból persze, egy legalább persze. Követi. De azért abba bízom, hogy a 9 unokából egy majd valamikor belép. Azért maga mégiscsak távlatosan gondolkodik hát a Richterről és a saját családjáról, hogy mi a varázslat ebben a Richterben, hogy ez ennyire fontos most is még. Hát a tradíció az volt, hogy több generáció, úgyhogy ez nem baj, hogyha próbáljuk követni. Azt akartam volna még megbeszélni, mert már azért 20 éves korában, amikor belépett a Richterhez 70-ben, 1970-ben, akkor Varga Edit még abszolút javában működött, igaz? Igen. Szerencsénkre. Értem, csak hogy pont ezt a szerencsét akarom, hogy kifejtsem még egy kicsit, hogy az egy nagyon ritka együttállás volt, hogy valaki szakmailag is kompetens legyen, a gondolkodásmódja is passzoljon ahhoz, hogy egy eredetileg is multinacionális cég, csak akkor még nem így hívták, hanem egy nemzetközi vállalatnak a nemzetközi vállalat mi voltát fontosnak tartva,
uraljon egy olyan terepet, amit egyébként nők nem szoktak se a szocializmusban, sem azóta uralni. Tehát, hogy Varga Edittel kivételes szerencséje volt a Richternek, meg neki is valószínűleg politikai szempontból szerencséje volt, hogy őt elfogadták. Tehát ő egy politikai kijelölt személy volt arra, hogy az 50-es években, hogy átvegye a gyárat és gondoskodjon róla, ő benne megbíztak. És ez egy óriási szerencse, hogy egy olyan ember volt, akinek ehhez minden adottsága meg is volt, nem? Hát ez pontosan, és ezt ő is csinálta, hogy magáinak érezte a céget rögtön az elejétől kezdve. Az ő érdeme az, hogy a Szovjetunióban elkezdtünk exportálni, ez az ő kapcsolatrendszerének óriási szerepe volt. Az, hogy a fontosnak vélte, hisz ő is vegyész doktor volt, hogy a kutatás fontosnak érezte. Tehát egy nagyszerű egyéniség volt, nem tudok mondani, más mondani. És ez, hát ugye is 27 évig volt ez igazgató. És ön hány évig volt igazgató? Én 25-ig voltam. És azóta pedig elnökként hát, felügyeli az életet a Richterben? Hát igyekszem azokat, amit lehet hozzátenni kapcsolatrendszerben, meg úgy, hát azért a tapasztalat időnként nem árt. Jó, akkor kezdjük most már. Ez a fejezet most már a beszélgetésnek csak magáról fog szólni, hogy hogy volt az, amikor oda ment fiatalként, akkor büszke volt arra, hogy oda kerül, vagy kellett egy állás, és csak utólag szeretett bele a Richterbe? Én még azért egy mondat elég visszatérnék arra, hogy az unokák, Richter unokák. Tehát nekem az egy óriási elégtétel volt, hogy a Richter unokák a 90-es években évente jöttek. Ők részben Magyarországon is volt egy lakások, egyébként nem messze ettől a... Tényleg? Erre felé volt a lakás? Igen, amit vettek. Tehát, hogy ők, az, hogy ők úgy érezték, hogy annak ellenére, hogy ők nem kaptak semmit, hisz a Richter a nevet átruházta a cégre, és ezáltal ők nem kaptak semmiféle kárpótlást. De mi adtunk nekik egy minimális, névleges néhány részvényt. Azért, hogy érezzék, hogy azért mi megbecsüljük. És mikor jöttek, és akkor körbevittem őket a gyárban, és mikor azt mondták, hogy milyen jó lenne, ha a nagypapa látná. Tehát nekem ez egy óriási elégtétel volt, hogy mi a magunk részéről megtettük azt, hogy a végülis a nagypapa által vezetett és kialakított nemzetközi céget megpróbáltuk restaurálni, hogy úgy mondjam. Hát a cég reputációja nem és romlott. Most már olyan leányvállalati struktúránk van, ami a mai Magyarországon egyedülálló, hisz leányvállalataink vannak az Európai Unió minden országában, Latin-Amerikában is, Ausztráliában. Látom, hogy Mexikóban is van leányvállalat. Igen, hát mert volt. Én egyébként találkoztam annakkor, aki a mexikói leányvállalatot vitte a 30-as évek végén, az még a... Tényleg? Igen. Megadatott. Hogy... És ez megőrződött, ez a kapcsolat? Hát ő eladták azt a céget is, de a... Ja, hogy azt eladták, viszont tehát egy Richter másik. Elatt érthető módon a 40-es években eladták, de és most újra alapítottuk, igen. Hát az, azért az nagy diadal lehet ez magának, az, nem? Ez az, persze, ez óriási. Hogy... Fantasztikus. Sose fog leállni egyébként? De biztos. De, csak de, még nem most? De még ameddig van bennem küzdőszellem, meg van... Úgy érzem, hogy hozzá tudok adni, akkor szeretnék. De nyilván ezt azért én figyelem, hogy mikor jön ez a pont, amikor azért ez már nem segítség, hanem nehogy teher legyek. Na de menjünk vissza a fiatal korára, ahova az előbb vissza akartam rángatni, hogy rögtön elköteleződött Richteresnek, vagy elment egy munkahelyre, és fokozatosan pörgött bele ebbe a
cégbe, mert most szemmel láthatólag azért az ön életének egy nagyon biztos pillére, vagy nem tudom én, ilyen elhanyagolhatatlan feltétele az, hogy Richteres. Hát itt ezt most őszintén lehet beszélgetni. Tehát én emlékszem, mikor első nap leszálltam a 117 buszról, és átmentem a Gyömrői oldalára a első munkanap, és azt mondtam, hogy úristen, hány évig fogok én még ide jönni, hát akkor nem gondoltam, hogy ennyi lesz. De mint az életben álltam, ez egy folyamatos, azért folyamatosan elköteleződtem, főleg a kollégák miatt, mert egy olyan jó kapcsolat volt, egy tényleg együtt próbáltunk megoldani dolgokat. Én is nyilván, mint kezdő próbáltam azon a szinten, amin én voltam. De maga kutató volt, vagy mi? Nem. Én tulajdonképpen én fejlesztésre kerültem, és bizonyos fokig nemzetközi kapcsolatokkal való dolgokra megadatott, hogy ugye volt nyelvtudásom, angolul és spanyolul is, ami akkor ilyen külkevállalatok voltak, de a Argedit fontosnak tartott, hogy a cégnél is legyenek. Spanyolul miért tudott? Hát ez édesapám járt Latin-Amerikába, és... Külkereskedő volt a papája? Igen. A Hungarotexnél volt. Igen. És így ugye voltunk mi egy évet. 11 hónapot Brazíliában, és egy évet Trinidadban. Aha! Úgyhogy, igen. Úgyhogy... Hányba kezdett? 70? Pont 70-ben. 70-ben? Igen. Ugye akkor a nyelvtudás az ritka az volt. Az kincs volt, igen. És igen. És akkor ez egy gyors karrier volt a magáé? Nem nevezném gyorsnak. Olyan szempontból, hogy milyen a véletlenek, hogy ugye akkor feleségemet megismertem. Ja, hogy ott keletkezett a szerelem. Ott a szerelem, és akkor ugye gyerekek születtek, hál' Istennek. Három nagyszerű gyerekünk volt. És akkor miután Mexikóban nem volt a Medimpexnek megfelelő személy, aki váltsa az ott levő kiküldöttet, így azt mondták, hogy hát az a hülye gyári is próbáljuk meg. Ugye, mert hát azért, és így kerültem. Mert a Medimpexesek lenézték a gyáriakat? Hát egyesek persze. Hát egy kicsit eltúlasztam, de... És akkor egy kicsit átment külkereskedőnek, és ott hagyta a gyárat? És akkor a dr. Vargedi csak úgy engedett el, hogy ha visszamegyek, és vissza is mentem. Mert korrekt ember, vagy mert addigra már megszerette a kőbányait? Nem, ez egy, hát nem volt választásom, mert amit az ember megígért, azt tartani kell. Hát persze. És egyébként gyors... De szívesen is mentem vissza, tehát nem volt ez áldozat. Szóval is. De olyan szeretettel beszélt a Varga Editről, vagy olyan elismeréssel, hogy én azt gondolom, hogy igazából a Varga Edit magát kiszemelte utódjául. Nem lehet az? Nem. Nem így volt? Nem, de mondjuk... hát ugye ő vette fel a feleségemet. Ugye, mert ő a közgazdász végzett, úgyhogy ilyen szempontból, mint szerintem normális vezető, és egy kiváló vezető, az neki a fiataloknak a mint utánpótlás, az egy fontos dolog volt. Uh-huh. És hogy lett akkor magából gyár vezérigazgató? Akkor én visszakerültem, ugye 83-ban Richterbe, akkor fejlesztési főmérnök helyettes voltam. Ezt a Mexikót, ezt átugorjuk, ez jó volt? Nagyon jó volt. Az elején borzasztó nehéz volt. Feleségem első hónapok után pedig nagyon vigyáztunk higiénés dolgokra. Ágyulladást kapott, de szerencsére mi nem. Hát ugye 5-3-1 éves gyerekkel nem egyszerű az élet, úgyhogy, de az ember megtanul küzdeni, megtanul egy kicsit főzni, egy férfi is, úgyhogy
meg egyáltalán a háztartást egyedül vinni, az milyen nehéz. Hát azt azért, hogy nehezen képzelem el magáról. Pedig, hát akkor ugye a mágyuladásnál akkor ott feküdni kell, ott nincs mese. És nem csak, hogy főzni tanult meg, akkor ezek szerint diétásan főzni is megtanult, nem? Hát csak csirkét tudtam meg, ami egész egyszerű dolgokat tudtam, akkor ugye még elő ilyen ételeket nem lehetett csak úgy vásárolni, akkor azért amit kellett. 4 hónap csirkeelvés következett? Csak 6 hét? Igen. Hát az igen. Annyit ki lehet bírni. És utána szép lassan, fokozatosan a felesége visszavette a háztartást? És akkor visszavette a háztartást, igen, természetesen. Értem. Ez egy alapélmény volt ezek szerint, igen, ez a mágyulladásos epizódjuk az életüknek. Igen. De a lényeg az, hogy rendbe jött. Rendben van, csak hogy az ön karrierjében ez sokat dobott, ez az 1 év kiküldetés? Hát ez 6 év volt. 6? 6. Ó, igen. Nem tudom miért, akkor már hallásom nem az igazi, valahogy úgy emlékeztem, mint a... Hát 77-től 83, hát nem, még nem mondtam. Hát ez nagyon komoly igen. mennyiségű idő igen, az ember igen, életében. Igen. Tehát rengeteget tanultam, ugye főleg az üzleti életben. És ugye utána, miután fejlesztési főmérnök volt, helyettes voltam 5 évig, akkor kikerültem Angliába, akkor már a Medimpex-nek a kereskedelmi vállalatához. 88-tól, mindaddig, míg nem adódott a lehetőség, hogy 92 őszén, hogy vissza. Akkor még 4 év Anglia? Mexikó, azért ez nagyon, nagyon érdekes személyes karrier. Óriási szerencse. Mármint az egyén fejlődése szempontjából? Igen, mert mentalitásban két, hát egymástól... Szélső érték. De azt, hogy megadatott, hogy Angliában mégis az angol száz üzleti szellem az domináns, hogy azt az ember ott nap mint nap ebben környezetben tudott működni, hát az egy óriási. Hát aki magára néz, az előbb tippeli meg az Angliában töltött húzamosabb időt, mint a Mexikóban töltöttet. Mert én legalábbis azt képzelem, elismerem, hogy ez egy közhelyes gondolkodás, hogy Mexikóban a kellő vagányság és keménység kellett ahhoz, hogy A-ból B-be eljutassa az üzleti ügyeket. Angliában egészen másfajta skilleket gondolnék az érvényesüléshez. Igen, de Mexikóban a más körülmények között helytállni, az is egy eredmény. Az is hegyezi az ember érzékeit, ugye? Sokat tanultam, igen. És ugye, aztán tudta érvényre juttatni azt, ahol azért az üzletet késsel villával rendezik. Arra büszke vagyok, hogy minden tétel befolyt. Mexikóban eladni könnyebb, de pénzbe hajtani. Igen. És én magam voltam, ugye egyedül voltam, tehát én vittem a csekket, gyűjtöttem be a csekket, én vittem a számlát, aztán később kaptam egy titkárnőt, de az elején mindent csináltam. Úgyhogy ez szerintem nagyon jó, ha az embernek megadatik, hogy pláne fiatal korában. És ehhez képest mekkora változás volt? És hát a visszatérve, de arra, hogy csak jó emberekkel szabad üzletet csinálni, az arra Mexikó jó volt. És hát ilyen szempontból... És honnan tudta Mexikó, vagy ki a jó ember? Hát az ember képít egy kapcsolatrendszert, akkor megvannak azok a személyek, akiken tudja informálódni valakiről. Ja, hogy ezen múlik, hogy milyen kapcsolati hálót tud létrehozni, és hogy ezt jó ösztönnel teszi-e, vagy biztonsági játékos elég. Ott az tehát mi tudtunk volna többet is eladni, de mi biztonsági játékosok voltunk, de szisztematikusan építettük fel az üzletet. Hát egy ideig a ötödik legnagyobb exportpiac volt Mexikó, ami szép eredmény. Na most ehhez képest azért Londonba exportálni az egy nagyobb dolog, nem? Nehezebb. Nehezebb. Nagyon... Volt miből válogatniuk igen. Szóval... Nagy-Britanniában a vásárlóknak. Igen. Tehát nem volt egyedül meg hát, de hát, szóval más. De ez így volt jó. És azt jobban élvezte egyébként? Egyformán. Egyformán? Igen, más volt, tehát mindegyiknek megvan a maga
Mert én azt képzeltem, hogy a civilizáltabb környezet és a civilizáltabb üzleti viselkedésmód az az embert jobban érinti, pihentetőbb. De még Mexikóban a személyes kapcsolatok meghatározóak, Angliában ez abszolút nem így van. Ott azért, ott is fontos, de ott az fölépíteni, az messze, messze sokkal nehezebb. Pláne akkor még, hát akkor mi azért a vasfüggönynek a másik oldalán voltunk. Hát, igen. Másképp álltak hozzánk. Hát ez. És ehhez képest most a Richternek az utóbbi, vagy az ön karrierjének az utóbbi 20 éve, az hogyan működött? Hát az itthoni, kőbányai rész. Igen, hát az eleje volt nagyon nehéz, mert a cég eladósodott volt, 800... Londonból egyenesen a Richterbe? Igen. Tért vissza? Igen. Igen. Mert megkeresett egy fejvadász, és akkor aztán így kerültem vissza. De azzal, hogy nem szeretném a félreértést lenni, de úgy éreztem, hogy miután más igazán jelölt nem volt, tehát én senki elő nem vettem el, senkit nem kell félrelökni, hogy erkölcsi kötelességem, hogy egy gyakorlatilag a Csőcérén levő céget azokkal a kollégákkal, akiket én régóta ismertem, azokkal együtt megpróbáljuk rendbe tenni, anélkül, hogy külföldit kellene behozni. Mert azért egy lényeges, hogy Richtert egy szavazaton múlott, hogy nem adták el. Tényleg? Mert volt egy norvég cég, aki érdeklődött a Richter úr iránt, azok után, hogy 74 cég nemet mondott, ez az első privatizációs korszak volt, 91-92, és akkor 92-ben, mikor a igazgatósága a norvég cégnek 5-4 arányban azt mondta, hogy nem fog ajánlatot tenni, így maradt az, hogy akkor ez volt június vége, 92-ben, és akkor döntöttek úgy, hogy váltás lesz a Richter vezetésében, és így került. És akkor a második döntő lépés az volt, mikor azt a lehetőséget ezt láttuk, hogy tőzsdére vinni a céget, és akkor miután én felületesen, de ismertem Simor Andrást, ma is előttem van, hogy 94. január elején, mert szóltak, hogy megint ben voltam véletlen karácsony és új év között, ez igaz. Véletlenül ben volt karácsony és új év között. Szóltak, hogy akkor 94-ben lesz újra, megpróbálnak privatizálni, járni a Richtert. És akkor volt az, hogy akkor próbáljuk meg a tőzsdét, és akkor ő arra gondoltam, hogy erre a legjobb személy a kreditánstártnál, Simor András, és akkor hozzá mentem, és aztán ez így indult. És ez egy szörnyű nehéz periódus volt a tőzsdei megfelelésre ráállítani a vállalatot? Hát eleve a információs anyagot kidolgozni feladat volt, és tényleg majdnem belepusztultunk a cégnél, de... De maga látta, hogy ennek ez az útja? Tehát, hogy a cég rendbetételéhez nincs más hátra? Vagy pedig... Egyrészt kényszer volt, a másik pedig, hogy volt egy ilyen álom, hogy mint a nagyobb nyugat-európai országokban egy patinás cégnek a részvényei a középosztály egy részénél vannak, és én abban ilyen illuzórikus elképzelésem voltak, hogy jó lenne Magyarországon is, hogyha mi egy ilyen úgynevezett blue chip, tehát egy patinás cég legyünk, és így. És blue chip lett Magyarországon. És azt lettünk, igen. Hát ez jó, hogyha az állam megvalósul. Igen, ez teljesen ez jó. Akkor tulajdonképpen, hogy mondjam, nem akarok nagyon patetikus lenni, de némiképpen a Richteri örökség letéteményeseként élte meg ezt az egészet, nem? Vagy ez csak én eltúzom? Hát nem, ez egy jó érzés volt, hogy hisz ott van a belépőben a szobra, hogy minden nap, mikor elmegyek mellett, akkor azt mondtam, hogy... Nézd ide, Gedeon, ezt megcsináltam. Mi is tettünk valamit. Ez jó érzés lehet, igen. Igen, hát ehhez nagyon gratulálok, és ahhoz is, hogy nem nagyon láttam semmilyen cégnél azt, hogy
az eredeti tulajdonosnak az örökségét ilyen megbecsüléssel vitték volna tovább, mert az, hogy okosan vitték tovább, és hogy melyik korszak, a Varga Edit korszak, a Boks korszak mit tett hozzá ahhoz, amit Richter Gedeon 1901-től épített. De hát azért különösebben nincs ok, hogy ne veregessék meg a saját vállukat, mert hogy ez egy nagyon, nagyon tisztességes, klassz, szép dolog. Kiváló emberek voltak a cégnél, és úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, meg szerencsénk is volt. Hát akkor az nincsen más hátra, mint hogy azt mondjam, hogy nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy a Boks leszármazott legalább az az egy, most még csak egy van ott, ugye? Igen. Hogy ő is ilyen sikeres életutat tudjon a Richternél, mert ez ilyen méltó dolog lenne, nem? Hát szeresse, amit csinál, és legyen eredményes, és egészséges. Hát persze, az nagyon fontos. Persze. Azt kívánom önnek is, és köszönöm szépen, hogy eljött és elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt a heti jégbüfé. Jövő héten is lesz. Nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra.